Kedves nézőink, megint egy kicsit az egészségünkkel fogunk foglalkozni, méghozzá organikus italok formájában. Hogy ez pontosan mi is, rögtön kiderül. Mi az az organikus energia? Mik ezek az organikus italok? Az organikus italok, reggeli italok elsősorban. Igazából ez egy ilyen családi próbának indult az egész, mivel a fiam kezdett el foglalkozni vele, és igazából csirákat tartalmaz, gyümölcsöket, illetve olajos magvakat. Minden nap összeállítottunk egy ilyen 30 napos, általában kúraszerű egészséges italokat, és most már hál' Istennek nagyon sok helyre szállítjuk. 30 napos kúraszerű italok. Mit jelent ez pontosan? Tehát fogyókúra, vagy egyszerűen csak egy ilyen tisztítókúra? Igazából azt gondolom, hogy nagyon sok mindenre, de a fogyókúrától kezdhetnénk beszélni, csak az egy nagyon hosszadalmas valami lenne, vagy akár egy egészséges tisztítókúra, mivel minden áldott juice tartalmaz úgymond olajos magvakat, csirákat, gyümölcsöket. Nyilván ezek össze kell, hogy legyenek válogatva, és ezen dolgozom nagyon sokáig, úgymond két évig ezt egy elő munkálatokkal foglalkoztunk. Egy tisztító kúrának, egy egészséges, egy immunerősítő rendszer kúrának szoktuk mondani mindenkinek. Nyilván mindenkinek másképp hat. Tudnélik, van, aki fogyókúrázik vele, van olyan vendégünk, aki dobozon például, mint a több hónapja fogyókúraként használja, csak viszont ahhoz be kell tartani rengeteg szabályt. Ez azért is nagyon fontos, mert egy reggeli ital, amit reggel fogyasztása után nagyon fontos a vízpótlása, mivel akkor fog elindulni, de hát az a lényege, hogy annyira felgyorsítja az anyagcserénket, hogy akkor fog fogyásnak indulni a szervezetünk. De viszont általában az embereknek úgy szoktuk mondani, hogy ki kell próbálni, mert valaki allergiás bármilyen olajos magra, mert mindent, de azért nagyon bő tájékoztatást kéne erről most mondanom ebbe a pár percben, hogy ez valós legyen, amit most állítok. Rengeteg minden, de azt mondom, hogy az ízületi betegségektől kezdve a megfázás ellen, az immunerősítése elsősorban egyébként, de ez egy immunerősítő ital. Igazából bennem mindig felmerül az, hogy ezeknek elég bizarr színük van. Finomak ezek az italok? Nagyon finomak egyébként, mivel egy nagyon agresszív és rengeteget tartalmaz. Úgy tessék elképzelni, hogy ez egy liter ilyen folyadékba, juice-ba, ez egy nagyon juice, de mindjárt meg fogom mutatni is, miről beszélek. Annyira sok zöldség, de úgy kezdem el, hogy de a mindennapja, amit belekerül, az petrezselyem, zeller, citromfű, datolja, méz, mivel nagyon sok mennyiségben ez egy agresszív, általában az embereknek egy eléggé agresszíven szokott ezzel indulni, és azért, mert hogy nem szoktunk, de nyers petrezselyemet nem szoktunk úgy csak, hogy megenni mint 10 csomót naponta. Most körülbelül annyi tartalmaz egy liter, ezáltal kellett, hogy ezt a datóját meg a mézet belekeverjük, hogy ez iható legyen, úgymond. Az olajos magvakat nem mindenki szereti, de marékszámra nem fogunk sosem menni, se tök magot, se napraforgót, se aranylány magot, csak úgy nem fogunk fogyasztani, vagy akár szöllőn magot egyébként, de mivel ezt összhatásba szoktuk, és minden áldott olajos magot is csiráztatunk, ezáltal ihatóbbá tettük úgy mondjuk ezt az egészséges zsúszt, mert általában azt mondják, ami nagyon egészséges, az általában nem is finom, de hát az egészségtelen ételek felé megyünk, vagy italok felé, azok általában sokkal finomabb, de 10 fokozók által, mert minden. Ezért próbáltuk ezt a sok munkánk eredményével összehozni most, hogy 2 év alatt, tehát nagyon ihatóbbá tettük, az emberek nagyon szeretik most már. Mennyit kell ebből fogyasztani egy nap, hogy hatásos legyen? Én azt mondom, hogy a hatása eléri, sőt mindenkinek azt ajánljuk, mert ezek a 2 decis kiseléseink, ez egy új változat, azoknak, akik már nagyon hónapok óta sokat isznak egyébként, de a fél literes, mindenkinek szoktuk, meg van literes változatunk, a fél literes szoktuk mindenkinek avval kezdje el ezt az egész kúrát. És akkor egy pár hetes fogyasztása után észre fogja venni, hogy reagál a szervezete. Tudnélik ez a vízhajtó hatása, tehát mi azt próbáljuk egyébként elérni,
és azt gondolom, hogy most a sok év, vagy sok hónap tapasztalata azt mutatja, hogy kiváltsuk a gyógyszereket a családból, amit sokkal többbe kerülnek egyébként a végén, de hát egy családban, nem beszélve, hogy ezt a sok kémikáliát próbáljuk egyébként megoldani, hogy az emberek apránként mit hagyják ki a családokból. Úgyhogy igazából fél literes fogyasztásra szoktok ajánlani, vagy akár még kevesebbet is, hogyha ketten úgy kezdik el, hogy fél litert megisznak naponta ketten. És akkor mit a heti rendszerességgel, akkor majd váltanak, egy kicsit felviszik. Litert nem szoktunk ajánlani, csak nagyon betegeknek. Sajnos azt kell mondanom, hogy nagyon beteg vendégnek is hordjuk minden reggel, akik már rákos, átétes rákosok, meg mint ők ilyen erősebb kúrát csinálnak egyébként. Folyamatos a tájékoztatás egyébként az interneten is, pont ezért, mert hogy minden áldott juice-nak egyébként egy teljesen más karakteres, akár ízt is, úgymond kell, hogy mit tájékoztassuk az embereket, meg nem beszélve, hogy a sok olajok, smagvak miatt folyamatosan informáljuk az embereket. Érdemes minden nap más ízűt fogyasztani, vagy lehet mondjuk azt, hogy én ezt szeretem, és akkor én végig a 30 napos kúra alatt csak egy félét. Ez nem érdemes egy, mert nagyon unalmassá válna, és az ember akkor már nem is fogyasztaná szerintem, már egy hét múlva sem, hanem inkább azt gondolom, hogy pont azért, mert változatos, pont azért az emberek nem szokik hozzá egy ízhez. Nyilván van köztük, ami nagyon közkedveltek, és most egy megyes mákost egyébként csináltunk itt mintának, hogy azért megkóstoljuk meg együtt. Pont az a lényege szerintem az egésznek, hogy ne legyen egyforma ízű. Az egyik, a másik az, hogy akkor nem is tudnánk pótolni. Tudod, rengeteg fajta olajos mag van, rengeteg fajta gyümölcsünk, és most, hogy csak az almás csalánost valaki szeretné, akkor az nekünk nem lenne jó. De hát úgy mond, hogy ezek mindig úgy készülnek el, hogy megrendeléssel. De hát az ember telefonál nekünk, és akkor körülbelül 4 nap múlva tudjuk kiszolgálni legközelebb, mert ez mindig frissen, hajnalban frissen készülnek, préselésre, darálásra, és akkor rakjuk össze ezeket a juice-okat, és reggel 9-ig ki is hordjuk házhoz. Tehát ez úgy szokott működni, most már több boltban is található a termékünk, de úgy szokott lenni, hogy mint a reggel 9 óráig próbál mindenhova elérni az összes megrendelőnkhöz a megyékbe, mert most egyelőre csak a megyét tudjuk ellátni, és akkor úgy szokott lenni, hogy mondom, reggel 9-re próbál már mindenhol, akár irodában, munkahelyre, otthonunkban, de hogy ez ott ebben kezdje a napját, nem is a betegünk, hanem a vendégünk, így általában azt mondom. És nem is szeretnénk, de pont ezt szeretnénk kiváltani az embereknél, hogy ne akkor kezdjünk el gondolkodni az egészségre, mert amikor betegek vagyunk, hanem ez egy ilyen preventív és megelőző dolog legyen a életünkben.